Sziasztok! Jövök nektek egy videósorozattal, aminek az a címe, hogy Kölcsény, színek, állagok. És a mai nap a pirosítókkal fogok kezdeni. Előszedtem az összes pirosítómat, meg palettámat, meg amiben csak piros szín létezik, és végig fogunk menni rajta, az szerint, hogy néz ki a csomagolása, milyen intenzív a színe, vagy éppen ami eszembe jut róla, hogy fényes, matt, aztán állagra, hogy porzik, krémes, eltűnős, milyen fajta. Ezt fogjuk végigvenni. Van néhány pirosítóm, most is van rajtam egy pirosító, mindjárt mutatom is, hogy melyik. Kezdjük el a videót, és szépen végigmegyek rajta, azzal fogom most kezdeni, ami éppen rajtam van. Ez a Pixinek, a Pixi Glow Cake palettái közül az egyik. Ez ilyen szín átmenetes paletta, és én általában ezt a részét szoktam használni, tehát úgy körülbelül itt. Ez egy fényes pirosító, mivel ugye benne van, mellette van a highlighter is. Ha így összekeverem, akkor egy világosabb színt kapok, és ha csak a bronzer és a pirosító közt veszek az ujjamra, tehát itt, akkor is elég világos, viszont arcra felvíve elég pigmentált. Most próbálok nektek swatchot húzni a karomra, majd meglátjuk, hogy sikerül. Szerintem nem lesz túl intenzív. Két ujjamat is belemártottam. Csak a fényt látom rajta, tehát ez valamiért ecsettel jobban működik, mint így swatcholgatva. Van itt egy ecsetem, amit esetleg ilyenre tudok használni. És... olyan érdekes, mert így nem is látszik. Legalábbis én itt élőben nem látom, aztán lehet, hogy kamerán igen. De viszont az arcomon baromi szépen látszik. Ez egy nem az a porosan száraz formula, de szárazabb kategória. Szerintem építhető, inkább, mint hogy egy ilyen boom kategória lenne. Én szeretem, pláne amikor nincsen kedvem pirosítót használni, mert azért elég sokszor előfordul velem, hogy nem akarok pirosítót használni, úgyhogy nagyon sűrű nyúlok ehhez a palettához. A következő, ami itt van előttem, az a NARS-nak egy ilyen kombinált palettája, ami... benn vannak pirosítók és bronzerek is. Ez is fényes. Mindenképpen fényes. Ez már pigmentáltabb kategória, tehát ez azért pigmentáltabb. Az ecset nagyon szépen felveszi. A legsötétebbet vettem ki belőle, most ide. És megmutatom ezt a barackosat is. Ezzel a barackossal én nem igazán tudok mit kezdeni, mert az ujjamra fel sem jön, ami nagyon érdekes. Ez így tapintásra elég száraz, most ide mellé fogom tenni. Tapintásra száraz, és ugye nem jelent meg az ujjamon igazán, viszont a kezemen ott meg igen. Szóval ez is egy ilyen trükkös dolog, hogy baromi száraznak tűnik, de mikor elkezdesz vele dolgozni, akkor meg olyan hirtelen ott van az arcodon, és gyorsan túlzásba tudsz vele esni. De nekem nagyon tetszenek ezek a... ha pirosítót választok, én általában ezekre a sötét színekre ugrok. Semmiképp nem a babarózsaszínre, talán nincs is babarózsaszín pirosítóm, és nagyon szeretem. Ez nem matt, hanem, és nem is csillámos, hanem ilyen szaténfényű pirosító, gyönyörű szép egyébként. A bronzerek is azok benne, és ugye van benne egy highlighter, nyilván össze is lehet ezeket keverni, és nagyon szeretem, sűrű nyúlok érte. Ahhoz képest, hogy nem nagyon pirosítok, ha nyúlok, akkor megvan egy-két dolog, amit így nyúlok érte, és van néhány, amiért meg úgy kell nyúlnom, hogy használjam már, mert hogy itt van. Közben fogok egy papírzsepit, és leszedem az ujjamról. Egy pici korrektort kentem a kezemre, le is fixáltam, hát ha jobban látszódnak a pirosítók rajta. Na, akkor jöjjön egy mini pirosító. A NARS-nak megvan az orgazm pirosítója, ez is egy olyan színű pirosító, amit én szoktam szeretni, tehát ez a sötétebb rózsaszín. Nem ez a baba rózsaszín, de sötét. Ez is száraz, így belenyúlva. Ecsetre gyönyörűen felveszi, vagy feljön,
tehát ecsettel nagyon könnyen eldolgozható, ezzel is könnyű túlzásba esni, így ujjal nem is nagyon bírom ki szvacsolgatni ide a kezemre, építhető, és ez is csillámos, tehát ebben is vannak fények, talán így is meg tudom mutatni, és itt van, tehát ez is ilyen inkább fényes pirosító. Barackosabb szín, de nagyon természetes tud lenni az arcon. Ez a mini verzió is 1000 éve megvan, úgyhogy na, annyi a hátránya a mini verziónak, hogy mini ecset kell hozzá, mert hogy nem férsz bele, de tök jó, én ezt nagyon szeretem. Aztán mi van itt előttem? Van egy Kiko pirosító, ami matt. Gyönyörű a csomagolása, pláne ha nem, tehát gyönyörű a csomagolása. És ez az a szín, amit én, ha pirosító, látjátok, hogy tehát nekem ez a matt pirosító az, amit imádok. Ez egy matt pirosító, pigmentált pirosító, isteni illata van, olyan jó. Hát nem tudom. Tehát a Physicians formulának szoktak ilyen nagyon finom illatú cuccai lenni. Ennek is olyasmi illata van, nagyon finom. Baromira feljön az ujjamra, ez ilyen közepesen krémes, ez már inkább krémes kategória. Olyan pigmentált, mint az állat. Egy picit porzik is talán. Tehát nem úgy porzik, hogy most szállít előttem, hanem nagyon tapad az ujjamra, de nem krémesen tapad, hanem porosabban tapad. Itt van a színe. Én ezt nagyon szeretem, ezt a színt magamon. Nyilván ez most rengeteg sok, így, és az ujjamba is beleivódott, de ez gyönyörű pirosító. Ó, bocsánat. Gyönyörű ez a pirosító. Ezt Adéltól kaptam, és hogy én ezt megláttam, én mondtam, hogy ezt őt én szeretném, mert ez az a szín, amire én ugrok. Úgyhogy ez gyönyörű. Aztán... És amiről nem beszéltem, teljesen el vagyok veszve, ugye ezt most kezdtem el ezt a videót, és ugye a csomagolásról még nem beszéltem. A legluxibb csomagolása szerintem a Kikónak van, ez nagyon. A műanyag is olyan jó kis masszív műanyag, és gyönyörű. Én nem vagyok oda az arany színi, de ez olyan bronzos arany, ez gyönyörű csomagolás. A NARS-nak a csomagolása az nagyon szép, mikor új, de mihez elkezded használni, és mondjuk rászóródik púder, vagy megfogod maszatos kézzel, mert hát ugye dolgozunk el alapozót kézzel, én is most a pirosítóba nyúlkáltam, hát sminkelés közben szerintem mindenki használja a kezét, rögtön maszatos lesz, és ezt nem bírod letakarítani róla, mert ez a bársonyos csomagolás, ez magára cuppant mindent, úgyhogy ezt nem szeretem benne. A másik NARS csomagolás, ez a háromdimenziós, vagy nem tudom, hogy kétdimenzió, hánydimenziós csomagolás, ez is nagyon szép, ez legalább nem gyűjti annyira magára az új lenyomatokat, viszont a hátulja igen, egyébként nagyon szép a csomagolása, tehát azért ez is elég csábító, így a szarka énünket igencsak elcsábítja. A Pixinek abszolút puritán a csomagolása, látszik, hogy drogériás termék, de maga a műanyag minőségi, és annyi, hogy ugye látod, hogy mi van benne, a többiben nem látod, de ez is teljesen jó. Majd igyekszem most már nem elfelejteni a csomagolást is megemlíteni, mert hát, ja, cuki. Aztán itt van a Regi Beauty-nak ez a pirosító highlight palettája, ami nyilván fényes, és ilyen több színű termék van benne. Amikor megvadulok, és fényes pirosítót akarok használni, akkor nagyon szívesen nyúlok hozzá, ez így összekeverve ilyen színű. Ilyen barackos szín jön ki belőle, viszont ha külön belenyúlkálok például csak a pirosító szélébe, tehát ez most ez a széle, akkor egy nagyon szép színű pirosító jön ki, egy ilyen barackos rózsaszín. Ez is elég száraz állagra. Azt vettem észre, hogy ezek a száraz állagok ecsettel nagyon jól működnek valami miatt. Itt van a kis pirosító. Nem tudom, hogy mit fog visszaadni a kamera, de látszanak benne a kis glitterek. Nem is glitterek, hanem ilyen csillám szemcsék vannak benne. Nagyon szép. Arcra felvíve is gyönyörű. Egységesen szépen el lehet dolgozni.
és napfényben nagyon szépen megcsillan. Ugye ezt több színben tudod keverni, mert tudod pirosabbra, meg hát ugye, ha kisebb ecsettel végigmész rajta, akkor nagyon szépen lehet használni. Nagyon szeretem, valahogy szívesen nyúlok érte, és a highlight résznél, a részhez közeledve is nagyon szívesen használom, mert a szemsminkekhez nagyon könnyű kitalálni, például a mai szemsminkemhez is simán. Ha ezt használtam volna ma, akkor körülbelül innen vettem volna felszínt, mert ilyen barackos, rózsaszínes, fényes színt adott volna ki, úgyhogy én nagyon szeretem a Reginek a highlighter pirosító palettáját. A csomagolása is szép, ez ilyen, megint csak nem az a gagyi műanyag, van benne egy kis extra, mert hogy ilyen könyv alakú, egyébként tök jó, letisztult a csomagolása, szerintem nagyon szép. Következő, van egy Colourpop-os pirosítóm, ami hát szintén fényes, szintén sötét szín, ez egy barackosabb szín, és ezt nagyon ritkán használom, de valamiért még mindig itt van a fiókomba, ilyen a színe. Száraz, abszolút száraz, és a kezemre felvéve olyan színe van, várjatok, csillámok vannak benne, apró, pici csillámok. Nem glitterek, inkább csillámok. Ide tettem. Ilyen nagyon nem húszínű, ilyen barackos, de nagyon szép egyébként. Ebben van talán a legtöbb csillám. Legalábbis ebben látszik eddig a legjobban. Még a regiébe sincs annyi, ebben baromira látszik. Tehát ha ebben fényes nappal kimennék, és ezt így jól feltolnám, akkor így nagyon csillognék a napon, de valamiért még mindig itt van a fiókomban, úgyhogy én ezzel is el vagyok. A Colourpop csomagolása egy ilyen barack színű, szintén ez a tök jó minőségű műanyag, aránylag könnyen nyitható, és ez a dekor is tök szép rajta, szerintem. És passzol a színe a benne levő termékhez, szóval egész jó hangulatot áraszt. Az idei évben talán ez lenne az a pirosító, ami az év színéhez a legjobban passzol, ez a barackos szín, mert ugye az idei év színe az a barack, úgyhogy talán ez lenne az év pirosító színe, ha engem kérdeztek. Aztán van itt, majd a legérdekesebbet mutatom a végén, van itt egy Hourglass paletta, amiben szintén vannak pirosítók. Ejtsünk szót ennek elsőnek a csomagolásáról. Imádom az ilyen nem túl arany, de nagyon szép csomagolásokat, ugye? Szarka énünket legelteti, viszont ez tényleg megfogja az összes ujjlanyomatot, mert ugye nagyon fényes, és ezt állandóan törölgetheted, hogy igényesebben nézzen ki. És a belseje, van benne ebben is egy tükör, 6 szint tartalmaz. Ebben nekem, ami pirosító kategóriába megy, az ez a két szín. Ez a lilás, bronzos szín. Nekem valamiért nagyon tetszik, mint pirosító. Ezt sűrűn is szoktam használni. Aztán van ez a rózsaszínes, ez az a szín. Aztán van ez a rózsaszínes mellette. Gyönyörűen össze lehet keverni. Na, hova tegyelek? És az arcra felvíve szépen eloszlik a bronzosítóval, amit alátettél. Igazság szerint már nem nagyon tudom hova tenni, de itt van ez a kettő, nem tudom, hogy mi fog belőle látszani. Nagyon vigyázni kell vele. Ennek is szárazabb az állaga, viszont baromira tapad az ecsetre, mert... Az ember azt hinné, hogy még semmit nem vettem fel az ecsetre, és mikor felviszed az arcodra, akkor hirtelen ott van. Ezt is inkább építgetni szoktam, mert ennek nincs illata, mert volt már úgy, hogy hip-hop túlzásba estem vele. Nagyon szeretem ezt a palettát. Ezt ugye kevergetheted is, tehát simán, mert ott vannak mellette a highlighterek. Mind a kettőben van egy pici fény, rengeteg termék van benne, tehát tényleg. Én nagyon szeretem mind a kettőt. Ha használok pirosítót, akkor ehhez is nagyon szívesen nyúlok, viszont általában akkor a bronzosítót is ebből a palettából szoktam venni.
Aztán van itt nekem néhány Catrice is. Ezt használtam, vettem a Facebookon. Ez a Maxim Giacomo-nak a pirosító palettája. Ez egy gyönyörű paletta. Eléggé porzanak a Catrice-es pirosítók, de van benne ez a sötét hús szín, ami nekem nagyon tetszik. Nem mondanám matnak. Van benne egy pici fény, tényleg egy kicsi porzik. Ez a két pirosító van benne. És hát hova kenjenek. Nagyon szép színe van. Nagyon porzik. Az egy nagy hátránya, hogy nagyon porzik. Gyönyörű színe van. És hát óvatosan kell felvinni, mert rögtön tudsz tőle bohóc lenni. Viszont talán ez nem kopik annyira, mint a többi Catrice pirosító, mert hát azok hajlamosak eltűnni az ember arcáról. Én ezt nagyon szeretem. Hát ez emiatt a szín miatt vettem meg, mert ez nekem nagyon tetszik. A csomagolása, karton csomagolás, talán ennek az első, igen, ez az első karton csomagolású paletta. Szerintem túlzás ez a vastagság, baromi sok helyet foglal a fiókban. Van benne egy tükör is, egy egész jó tükör. Én nem szoktam a paletták tükrét használni. Szerintem túl vastag ez a csomagolás. Nagyon tetszik maga a nude színe, dombornyomot, egy ilyen új lenyomat van rajta. Egyébként nagyon kis igényes, de szerintem fel ekkora palettába is elfért volna, már mint vastagságra. Egy kicsit macerás tartani a fiókba, de van itt több ilyen méretű palettám is, úgyhogy próbálom őket egy helyen tárolni, de szeretem, tetszik, tehát tetszik ez a paletta is. Aztán van itt egy Catrice Caviar Gouche paletta, amiben van egy kettő pirosító, kettő darab. Ez ilyen tapintásra krémes, de elég porzós. Tehát a Catrice-ék elég porzós pirosítókat csinálnak, és rajtam ez nem is igazán tartós. Ilyenek a színek. Ugye ez a barackos, ez is lehetne az évszíne pirosítója egyébként, ez a barackos rózsaszín. Így újra felvéve nagyon szép, viszont nekem eltűnik az arcomról, sajnos, egy idő után. Hát pigmentáltságában is azért látszik, hogy sokkal gyengébb, mint a kollaboráció. Viszont szépen építhető, és hogyha még úgy viszed rá az alapozódra, hogy nincs lepúderezve, akkor talán tartósabb is, mert jobban bele tud tapadni. Én azt mondanám nektek, hogy ezekre a pirosítókra, amik ilyen kevésbé akarnak megmaradni az arcotokon, próbáljátok ki azt, hogy úgy viszitek fel, hogy még púderezés előtt, és azt a környéket óvatosabban púderezni, mert jobban beletapad a pirosítóba, és akkor nem fog úgy eltűnni. A csomagolása maga egyszerűen szép. Tehát ez tényleg kis luxi csomagolás lett a Catrice-től, nekem nagyon tetszik a csomagolása. Azt mondtam, hogy melyik matt és melyik fényes, nem mondtam. A barackos szín az matt, ez a hús szín, ez pedig egy picit fényes pirosító, de ugye ez is egy palettában van benne, úgyhogy kevergetheted, ahogy akarod. Tök jó kis paletta, tehát így meg vagyok vele elégedve, de ezzel azért már trükközni kell, hogy viszed fel, mert ha lepúderezett arcra viszed fel, szerintem ez gyorsan megkopik. Aztán van egy 100 000 éves Catrice palettám, ezt én egy leárazáson vettem. Ezt lehet, hogy már ki kéne dobni, mert ez már annyira régi, hogy hát én nem is tudom, hogy ez egyáltalán feljön még a kezemre. Viszont ecsettel meg marha szép. Ebben van egy matt, a nagy része az matt, a kicsi része meg fényes. Ez is ilyen hús szín, ezért, erre azért ugrottam rá, ugye már nyilván a kedvemre való szín, és már nem tudom hova kikenni. Csodás. Ide kikenjük a múra, bár mondjuk ezt. Ez is ez a hús színű pirosító, amit nem biztos, hogy meg tudok mutatni. De ahhoz képest baromi száraz már, de ez nem azért száraz, mert olyan a formulája, hanem ez már 1000 éves pirosító, és tényleg lehet meg kéne tőle válnom. De szeretem.
mert ezt is szépen fel tudom vinni az arcomra. Nem csillámos, csak fényes a kis fényes része. Ez abszolút nem csillámos. Ez egy jó kis Catrice paletta volt. Még marad, még nem dobom ki. Annyira nem krémes, hogy megromoljon benne bármi is, úgyhogy bízom benne, hogy nincs semmi baja. Aztán van még egy Catrice ilyen palettám, amiben szintén van egy gyönyörű pirosító, de én ezt nem a pirosítója miatt vettem meg, hanem a két kontúr és bronzosító színe miatt. A pirosító egy ilyen barnás, hússzínű, szaténfényű pirosító benne. Egyébként nagyon szép. A kezemre felvíve érdekes módon elég narancsos. Ide vittem fel. Elég narancsos színe van. De nagyon szép fénye. Baromi fényes. Tehát nem tudom, hogy fog-e látszódni. De nagyon fényes. Hát, nem tudom. Szép színe van, de a fényétől egy kicsit tartok. Ritkán szoktam használni, mert mondom, én ezt a két matt színt szoktam inkább használni benne, a bronzosítót meg a kontúrt, és ha ezek mellé viszed fel, akkor működhet. Tapintásra krémes, meg puha, viszont porzik. De ebbe a palettába mindegyik szín baromira porzik. Ha ecsettel nyúlsz bele, akkor aztán abszolút porzik. A highlighterre meg egy kicsit karcos és nagyon glitteres, úgyhogy szerintem azt úgy ki is hagyhatták volna belőle. Ebbe a palettába is van egy tükör, és ez is egy karton csomagolás. Catrice-ék szeretnek kartonba csomagolni, de nem rossz csomagolás, tehát masszív. Annyira nem is koszolódós, pedig ilyen fényes, durvább csomagolása, nem bársonyos, hanem ilyen puha csomagolása van, de tök jó bírja a strapát. Nagyon szeretem. Attól eltekintve, hogy porzik, és szerintem amit a felviszel az arcodra, a fele pocsékba megy, attól függetlenül ez is egy különleges színű pirosító, és kihasználhatónak találom. Sőt, az idei évben, hogyha nagyon sok barackos sminket csinálnék, akkor ez is a barackos kategóriába menne. Szeretem. Hát a csomagolása az, hogy Jungle Book. Én nem igazán vagyok kapható ezekre, kivétel az unikornisos cuccok. Ezekre a gyerek cuccokra, szóval én nem nagyon vagyok oda, nem vagyok gyermek, tehát hogyha nekem akarják eladni, akkor nem feltétlenül a 8 éveseknek való mesével kellene reklámozni. Erre én nem annyira vagyok vevő, de a külcsíny miatt nem fogom nem megvenni, ha benne való termék működik. Úgyhogy ez a paletta, ez abszolút jó helyen van itt nálam. De ha választanom kellene, hogy egy letisztultabb csomagolást veszek meg előbb, vagy ezt a gyermekmintás csomagolást, akkor nyilván így 40 évesen a letisztultabb felé megyek. De ennek meg a belső része nagyon jó, és az a pirosító is baromi jó. Ja, igen. Van egy Colourpop-om még, egy ilyen zöld kisebb kategória. Ez is egy olyan húszszín, amit szeretek. Csillámok vannak benne, vagy glitterek, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Ez is egy sötétebb húszszín. Beletapintva ez is baromi száraz, viszont nagyon rátapott az ujjamra, úgyhogy ez is egy... Hova kenjem már? Ez is egy húszszín, gyönyörűen látszódnak benne a csillámok. Pigmentált, eldolgozható. Úgyhogy vigyázni kell vele. A Colourpop-ok egyébként tök jók szoktak lenni. Szerintem ezek nem kopnak annyira, mint a Catrice. És a csomagolása is tök jó kis cuki műanyag. Ezen is egy rózsa van. Ugye a másikon is egy virág volt. Nem tudom, ez a virágmánia micsoda. De teljesen cuki. Így néz ki. Szeretem mind a kettőt. De óvatosan kell vele bánni, mert pigmentált nagyon. Úgyhogy... És nem úgy pigmentált, hogy poros. Tehát van az a pigmentált cucc, amit például a NARS, meg az Hourglass, ami nem úgy pigmentált, hogy látjátok, nem tapad az ujjamra, tehát azt hiszed, hogy szar. De nem,
mert az ujjadra nem tapad, viszont az ecset felveszi, és ha felviszed az arcodra, ott a szín. Tehát a pigmentált az nem azt jelenti, hogy felveszi az ujjam, és nagyon sok van rajta, az azt jelenti, hogy porosabb az állag, és sok tapad az ujjadra. Ezt sokszor szokták mondani itt YouTube-on, így a magyar csajok is, hogy pigmentált. Az nem azt jelenti, hogy egy tonna ráragad az ujjadra, és akkor pigmentált valami. Nem, az a poros kategória. Az a pigmentált, amiben ha belenyúlsz, szart se látsz, de mikor belenyúlsz egy ecsettel és felviszed az arcodra, akkor meg hip-hop bohóc vagy, mert belemásztál fölöslegesen sokat. Úgyhogy szerintem a kettőt nem kellene összekeverni. Van még egy Elf kis pirosító palettám, ebben van egy matt pirosító, és egy fényes highlightos pirosító, vagy nem is tudom, hogy highlighter, vagy pirosító. Barackos színe van ennek is, barackos rózsaszín. Tapintásra puhi. A highlightera is nagyon szép fényes, és barackos így a kézre kikenve, és ugye ezt keverheted együtt a kettőt. Elég poros ez is, viszont ha kikenem a kezemre, akkor elég szép fénye van, ha összekenem. Most ezt már nem tudom nektek megmutatni, mert hiába kentem ki a kezemre. Visszafogottabb színe van ennek a kis pirosítónak, viszont ezt is, ha az arcra felviszed és többet viszel fel belőle, akkor egy pillanat alatt sok lesz. Ez egy picit poros is, meg pigmentált is, szóval ez a kettő az egyben. Hát a csomagolása az sima kis műanyag, mint a Pixié, úgyhogy ez nem egy olyan nagy szám. Aztán van még itt egy Pixi palettám. Ezt valamiért Pixi by Petra. Ez olyan érdekes, mert én ezt valamiért a dobozában tartom. Nem tudom megmagyarázni, de ez nálam mindig visszakerül a dobozába. Ez a sima, tipikus Pixi csomagolás, nem átlátható a paletta maga, és ez a pirosító szín van benne. Hát, ezt nem tudom, hogy pirosítónak mondjam, vagy highlighternek. Ez a pirosító tapintásra krémes, elég szépen tapad az ujjamra. Talán egy picit porol is. Ez az a rózsaszín, amit én nagyon ritkán használok, mert ez a Barbie Pink. Ezt így nekem annyira nem tudják eladni. Hol vagy? Itt van. Ez az a Barbie Pink, amit én nagyon nehezen használok, viszont ebből a palettából a bronzerét nagyon szeretem, és használtam már úgy, hogy együtt kevertem a kettőt. Tehát ezt a Barbie Pinket én annyira nem. Nem tudom elképzelni magamon, pedig lehet, hogy a kék szemem miatt jól is állna, de nem annyira tudom elképzelni. Ez egy matt pirosító, ez egy krémesebb állagú pirosító. Újra szépen tapad, ecsetre is nagyon szépen tapad, és mivel egy kombinált paletta, azért tudsz belőle fényeset is csinálni, úgyhogy egyébként tök jó ez a kis paletta. A csomagolása, sima műanyag, Pixi csomagolás, én meg vagyok vele elégedve egyébként, csak nagyon nehezen használom önmagában ezt a Barbie Pinket. Tehát ez nálam ez abszolút nem. A csomagolását viszont szeretem, és ha kombinálom a bronzerével, akkor meg nagyon fasza. És az utolsó pirosítóm, ami abszolút nem egy pirosítónak tűnő szín, de esküszöm, hogy az van ráírva, hogy Creamy Powder Blush. Ezt így megmutatom nektek, remélem rá fog fókuszálni a kamera. Higgyetek nekem, ez egy pirosító, és ez a So Taupe árnyalata NYX-től. Ezt én Pink Pandán nézegettem többször, és volt egy rendelésem, valamit rendeltem, nem tudom már mit, valami leárazott cuccot, vagy nem tudom, és ez is le volt árazva, és ez egy pirosító. Hát ennek ez a sima gagyi drogériás csomagolása van, viszont hát ezt a szintén, mint pirosítót eszembe nem jutna megvenni, de csajok, ez olyan szép, száraz, elég száraz a formulája, tehát ez tapintásra nem igazán mondanám krémesnek. Van ettől krémesebb pirosító. És ha felkenem a bőrömre, akkor hát felkenve az arcra nagyon szép pirosító színe van. Ecsettel egyébként jobban működik, mint így ujjal bizirgálni vele. Ecsettel nagyon szépen tud működni. Újjal pakolázhatom én ezt, nem lesz intenzívebb szerintem. És van itt egy ecset, most ezzel belemászok.
Viszont nagyon szép, tehát ezt magában is tudom használni, mint pirosító. Látjátok? Tehát ez ad egy természetes pírt az arcnak, és ezért ezt inkább jutna eszembe kontúrnak használni, mint pirosítónak, de tényleg jó pirosítókép. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon megtetszett nekem, és tényleg jó, mint pirosító. Talán ez a legkülönlegesebb pirosító, mert erről minden eszembe jutna, csak az nem, hogy ez egy pirosító. Erről eszembe jutna a kontúrszín, erről eszembe jutna, hogy bronzosító, de hogy pirosító, az nem. És látjátok, már visszatettem a dobozába, nem tudom megmagyarázni. Van egy-két cuccom, amit így dobozában tartok, tényleg nem tudom. Jött a videóból a Nora Beauty-nak a highlighter pirosító és bronzer palettája. Én ezt összekeverve szoktam használni. A csomagolása szerintem nagyon kifinomult, jó minőségű műanyag. Én nagyon szeretem ezt a nude krém színt. Szerintem nagyon szép. Rajta van normálisan a kis címkéje is. Én nagyon szeretem ezt a palettát. Ez a paletta is tartalmaz egy tükröt. És ugye így van, benne van egy nagyon cukkeróni őzike, már az enyém elég kopott szegény. Én ezt összekeverve szoktam használni. Tapintásra a pirosító, ilyen púderes, krémesebb állagú, a highlight meg a bronzer az kicsit szárazabb. Külön szedve én nem szoktam használni, talán nekem túl pink lenne a pirosító magában, viszont összekeverve nagyon szeretem, nagyon könnyen felvihető az arcra, ecsettel. És az arcon nagyon szépen pigmentált paletta, ugye van benne egy nagy tükör, ami egyébként tök jó, szépen záródik a paletta, szerintem ez egy tök jó kis cucc, és nem is drága, mert már most ugye Rossmannban kapható, én szeretem. Szerintem ennyi pirosítóm van jelenleg, előfordulhat, hogy valamit kifelejtettem, nem tudom megmondani most így hirtelen. Ezekről szerettem volna nektek beszélni. Ha csomagolást kellene választanom, akkor nekem a Kiko és az Hourglass csomagolása a legluxibb, és a Catrice Caviar Gouche-nak a csomagolása szerintem a legigényesebb. Bár csomagolás miatt nem veszünk terméket, de ez nagyon, tehát ezek olyan igényesebbek. De el vagyok a drogériás csomagolásokkal is. Szeretem mindegyik termékemet, mindegyikenek tudni kell, hogy porzik, nem porzik, trükkös, nem trükkös, vigyél fel, ne vigyél, hogy vigyed, vigyázni kell vele. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, tartsatok velem legközelebb is, jövök a sorozat további részeivel. Millió puszi nektek, sziasztok!